Kézi kapcsolású váltó olajcsere. Sokan megkérdőjelezik, hogy kell-e a váltóban olajat cserélni, mert a gyártó azt mondja, hogy nem kell. A váltó egy hajtómű, amiben igenis, hogy kell olajat cserélni. Persze, amíg garanciás az autó, abban a 100 000 kilométerben nem fog tönkre menni benne semmi. De az autó élettartama alatt megtett több 100 000 kilométer megtétele azért okozhat problémát az olajcsere hiánya. Ugyanis az alkatrészekről lekopó fémrészecskék ott kavarognak az olajban. Ami további rendellenes kopást okoz, az olaj idővel veszítkenő képességéből, ráadásul ha van valahol például a kihajtásoknál némi olajszivárgás, amit a tulaj nem vesz észre. Mert annyira minimális, azért évek alatt az a 2-3 liter olaj el tud szivárogni a váltóból, ami annyira nem tesz jót neki. Olajszintet pedig nem lehet ellenőrizni a váltóban, esetleg Wartburg 353, ugyanis azon volt betöltő nyílás, aminek a kupakja nívóként is funkcionált. A nehéz kapcsolás, esetleg recsegés váltáskor olajcserére ad okot, de én inkább javaslom a 100 000 kilométerenkénti olajcserét a váltóban. A szennyezett olaj, vagy esetleg az olaj hiánya a csapágyak, fogaskerekek és a szinkrongyűrűk rendellenes kopásához vezet, aminek a javítása komoly, akár 4-500 000-es mutatvány is lehet. Ezzel szemben egy olajcsere a váltóban kb. 15 000 forint. Ha magunk meg tudjuk csinálni, nem kell hozzá más, mint 3 liter olaj, némi szerszám, akna vagy emelő. Most a Peugeot 508 váltó olajcserét mutatom be. Eltávolítjuk a motortér alsó burkolatát. Megkeressük a leeresztő csavart. Ennek kivételéhez kell egy 8 mm-es négyszög szerszám. A hely hiányában csak egy vízpumpa vagy csőfogóval tudjuk meglazítani a csavar. Az olaj leengedéséhez ajánlatos valamiből surrantót készíteni, hogy a lefolyó olaj ne a bölcsőre. Onnét pedig szana szétömöljön. Látható, hogy jelen esetben a 100 000 kilométerrel korábbi olajcserének köszönhetően elég tiszta és megfelelő mennyiségű olaj volt a váltóban. A leeresztő csavar 16 mm-es. Alatta egy részgyűrű, amit visszahelyezés előtt újra cseréljük. Kicsöpögés után visszatekerjük a leeresztő csavart. Majd felülről megkeressük a váltó szuszogóját, amit a relé doboz és a levegőszűrő kimeneti csöve közt lenyúlva találunk meg. Ezen van egy műanyag kupak, amit egyszerűen lehúzunk a szuszogó kiálló csövéről, és már látható is a betöltő nyílás. Ebbe beletolunk egy 10 mm külső méretű, kb. 50 cm hosszú csövet. Abba beleteszünk egy tölcsért, és már mehet is az olajbetöltés, jelen esetben Total Traction Gear 8, 75 V80 minőségű olajat, 2,5 liter mennyiségben. Lefolyás után visszahelyezzük a kupakot, majd próba.
mint a vaj. Most 100 000 kilométert nyugodtan megtehet az autó.